A Yaris is Japán első számú motorolaját, a Zeneost használja. Még totálkáros koromban beszélgettem egyet Rákóczi Ferivel, a rádiós műsorvezetővel, aki azt mondta, hogy ha megfáradt a formátumod, és akkor kezded el tákolgatni vagy fejleszteni, az már rég rossz. Akkor kell elkezdeni fejleszteni a formátumot, amikor még a csúcson van. És szerintem a Gonosz Swift első részét még sikerült a csúcson abba hagyni. Nem lett túl tolva, én úgy gondolom, igen. Igen, de el kellett kezdeni valamiféle fejlesztés, és ugye ezer meg ezer komment jött, de tényleg nagyon sok komment jött. Egyrészt kérdések, hogy mi lesz az új fejlesztés. Ugye lesz. Vagy pedig tipp, hogy mi lesz a fejlesztés szerintetek. És ebben a videóban most mechanikailag leleplezzük az autót, és most, hogy kipofáztam magam, át is dobom a labdát Daninak, aki a Criminal Mastermind az autó mögött. Nem igaz, mert nem én voltam az ötletgazda, én a megvalósító voltam. Igen, hát az ötletgazda szerintem így kollektívan voltunk. Így van, négyen. Mindenki egy picit hozzá szép gondolt. Szép csapatmunka, így van. Igen, az egyértelmű volt, hogy az autót ketten kell vezetni. Így van. De ez még túl könnyű lett volna. Úgyhogy? Kezdésnek megtartottuk az eredeti fordított kormány koncepciót az autóból, viszont kellett egy automata váltós autó, hogy vezethető legyen egyáltalán a gépjármű. Maradjunk egy picit a kormánynál, majd itt csinálunk vágóképeket róla. Ugye az első évadban az volt a probléma, hogy szervós volt az autó, viszont nem csapágyazással készült a fordító áttétel, ezért nagyon nehéz volt tekerni. Most ezen dolgoztunk, tovább gondoltam egy kicsit, és csapágyazással készült el a fordító. Torzen Racingtől Tomi nagyon sokat segített ennek a kivitelezésében, innen is köszönjük neki, már sokadjára segített, és most is nagyon szép munkát végzett. Ha egy szépen megmunkált alumínium, vagy műanyag vas. Darab, vagy vas ez kell. Ez sima vas, de tökéletesen igen. Teszi a dolgát. Így van, akkor fölhívjuk, és jellemzően másfél napon belül előáll egy megoldással. Így van. Ezen gondolkodni kellett, mert egy picit megszivattam. Már folyamat elkezdődött, és akkor fordultam hozzá, meg gondoltam, megoldom. Aztán szembesültem vele, hogy jobb, ha nem én csinálom, és ezért kicsit több időt vett igénybe. Vasfoglalat. Így van. Benne csapágyak, rendes képzés, ipari, úgymond ipari csapágyak. Igen. Fogaskerekek. Bicikli csapágy egyébként, azt még én vittem neki a csapágyat, és hogy minél kisebb legyen a különbség a külső-belső méret között, ezért a csapágyboltba egy bicikli csapágyat javasoltak. Nagyszerű. És a fogaskerekek miből jöttek? Azt nem is, azt tényleg nem fogaskerék, ez még az első évadban vásároltam, ez itt én keresgéltem az interneten, hogy fogaskerék, és valahova a tizensokadik kerületbe kellett elmenni érte, és már akkor előrelátó voltam, és 4 darabot vettem belőle, szóval 2 pár. Az eredetibe ott van az, és akkor ez pedig beépítésre került itt. Mert működik, és a nyílt napon, aminek lehet itt vannak menni. Az adatai, menni fog az autó. Azt hiszem, arra már az összes jegy elfogyott, hogy te nem tévedek mindkét napra. Ebben az esetben köszönjük, hogy megvettétek az összes jegyet. Így van, és a nyílt napon találkozunk. És most az a furcsa helyzet állt elő, hogy a nem szervós Swiftnek könnyebb tekerni a kormányát, így van, mint annó a szervós gonosz Swiftnek. Szóval jól vizsgázott, mert már elkezdtük a forgatásokat, és 4 pároson túl vagyunk a mai nappal. Szeretnék szerénytelen lenni kivételesen. Kérlek. Eszelős buli. Annyira, de annyira szórakoztató. Jó. Ha nem is vágod össze, csak mellé, csak fixen nézed azokat az arcokat, amit csinálnak az autóban, már az önmagában meg tökéletes. Hátul voltam a pályán, és már innen lehetett hallani, hogy ordibálnak, hogy mennyi, ne mennyi, teker, ne arra mennyi. Zseniális volt. Zseniális. Micsoda átkötés, mert hogy itt jön a fő trükk. Kicsit mozogjunk át talán. Ha te oldaladon van, akkor ezt mondja, te kérlek. Ugyanis azt akartuk, hogy az autót minimum 2 kelljen vezetni. Ez a műsor szempontjából egy iszonyatos szívás halom, mert már azt is nehéz megoldani, hogy a kitűzött forgatási napra odaérjen egy ember, sőt, meg mondjuk 4-5 ember a nap 4 különböző időpontjába ráérjen. Mert hogy ugye ilyenkor rendbe kell szedni a telepet, fel kell állítani a pályát, ki kell rakni a reklám megjelenéseket, ide kell sávítani az operatőröket, tehát hogy... Köszi, Lajos. Köszönjük, Lajos. 10-15 embernek azért ez masszív munkája ilyenkor, hogy minden működjön, és akkor erre még rászervezünk azzal, hogy párosnak kell jönnie, tehát minimum 2 érjenek rá, amikor az autóval lenni kell. Mert hogy ezt az autót már, ahogy mondtuk, 2 vezetik, ugyanis azon az oldalon nincsenek pedálok, csak kormány. Tehát a sofőr oldalon a sofőr kormányoz, az utas oldalon viszont az utas pedálozik. És ez sem ilyen egyszerű, mert innentől is van még trükk, hogy ha fordított kormány van, akkor az utas oldali vezető se érezze jól magát.
fordított pedál van. Én a jobb lábammal nyomom a féket. Ami egyébként egy megszokott dolog. Igen. Mert alapvetően jobb lábbal fékezel. De balra adok ezt. Így van. Ami viszont nem megszokott dolog. És az első kettő páros beindította az autót, és gondolta, hogy fékez indításhoz, de hiszen padlógázon. Így van. Tehát, hogy az autó 20 óra állás után úgy indult el, hogy nyomták tövig a féket, majd beindították. És kitartó is volt, mert legalább nem engedte, hanem ez hetyő volt, hogy padlógázról leállította, mert azt hitték a srácok, hogy fix gázpedálállással kell végig menni majd a pályán. Igen, azt gondolták, hogy az lesz a trükk, hogy kiakasztottuk a pillangószelepet, és végig kell menni, úgyhogy... De nem ez a trükk. Fordított kormány, fordított pedál, az is a rossz oldalon. És ezért lett az autó automata. Mert ez egy kuplunga még megspékelve. Hát igen, akkor még mindig az első versenyző második körét forgatnánk. Így van. És egy gondolat így a technikai hátteréről. Ez a legfontosabb, hiszen ez erről szól a videó. Így van. Nem gondoltuk túl ezt a dolgot, illetve agyaltunk rajta, hogy hogy lehetne ezt megoldani, és az van, hogy egy ilyen oktató autóba való pedálsort helyeztünk el, szóval egy Bovdennel. Egy ilyen kész szetként megérkezett, föl van csavarozva ide a tűzfalra, és egy Bovdennel át van vezetve a fék, illetve a gázpedálra, csak meg van cserélve, és ezért tök könnyű volt ez a része. Bovdentok van, így van, biciklin, így van. Csigák vannak, ha jól láttam, amin átfut a Bovden maga. Kettő fordító csiga van benne, három, bocsánat, és tényleg egy nagyon, nagyon ötletes kis szerkezet. Sokat kellett rajta alakítani, hogy a mi feladatunkra megfeleljen? A rögzítése volt egy picit problémás, de az is meg lett oldva, és akkor a másik felén pedig a pedálokra való rögzítés, mert mivel ez egy olyan szerkezet, amit megvásárolsz és elviszed egy helyre, ahol ilyeneket szerelnek be, nem adnak hozzá semmiféle kezelési útmutatót, és egy pici pár saját megoldást kellett eszközölni benne, de ezen kívül amúgy tényleg egy ilyen egyszerűen abszolválható dolog volt. A legfontosabb kérdés. Miért van az, hogy a fékünk tájékoztató jellegű? Nem tudok erre válaszolni neked. Lehet, hogy hosszan hagytam meg a Bovdent, most ugye nincsen fékszervó, szóval ezért persze, biztos, hogy rossz. De menet közben sem annyira meggyőző, és nem tudok erre neked konkrét választ adni. A Bovdenen szerintem nagy veszteség van. Uh-huh. Vagy hát lehet, hogy az autófékje alapból rossz, mert nem mentem vele igazából, mielőtt átalakítás történt volna. Így van. Lehet, hogyha nem tudom, hogy szoktak-e Bovdent olajozni vagy zsírozni. Bicikliben? Hát igen, az ugye tilos, hogy így belefújsz a Bovdentokba, és az nem jó, de a teflonos Bovdeneket azt hiszem nem is szokták például, tehát ez eléggé változó, ez ilyen vallási kérdés nagyjából. Mindegy is, működik és tökéletes, és a fék az csodálatos szituációkhoz vezet, ugye, amikor emberek pánikszerűen megérkeznek az egyik háromszor feladathoz. Háromszor akartak elütni ma. Igen, majd beleugranak a fékbe két lábbal, hogy megálljanak, mert pontra kell fékezni, ez feladat tényleg, hogy limiten kell megállni egy még. Nem lövöm le, hogy miért, de limiten kell megállni, majd beleállnak a gázba. És az autó 10 métert megy, mire rádöbbennek arra, hogy rossz pedált. És itt az is nehéz, hogy ugye koncentrálsz már arra, ami miatt pontosan kell megállni, és ez kibillent abból, hogy te most melyik lábbal mit csinálsz, és ez további bonyodalmakat okoz. Így van. Így van. Szóval az autóban fordított kormány van, fordított gázpedál van, az automata váltóhoz nem nyúltunk, mert azt így is elég, viszont azt megkötöttük szabálynak, hogy a kormányt azt ugye a sofőr kezeli, a kéziféket a sofőr kezeli, be van csavarozva, tehát megvan a hidrós kézi. Viszont a váltót az csak a pedálokat kezelő ember kezelheti. És van egy L fokozat, ez gondolom egy low, alacsony, és ez fix egyben tartja, ebben kell használniuk, mert a D-be ez egy régi háromsebességes automata váltó, nem egy kifejezetten kifinomult dolog, és így L-ben tökéletesen működik, jól harap a gépsárkány, Burnout-tal indul, 1300 köbcentivel. És voltak már most olyan vendégek, akik tisztességgel használták a kéziféket, és pontosan. És gyönyörű manőverek voltak, így nagyon van. Szépeket fordultak. És már rárakta a kéz. Szerintem imádni fogjátok. Figyelj! Mi is jól éreztük magunkat egyébként az első pilot adás forgatásán, szóval szerintem... Így van. Ez az adás most így 23-án jelenik meg. 25-én érkezik a nagy csatornára a mi pilotunk, ahol mi megyünk az autóval és bemutatjuk a feladatot, és ezzel párhuzamosan a Check Engine-en megjelenik az 25-én az első részünkben Hetyés és Zsolti és Mancs fognak menni, mert hogy őt rengetegen kértétek. Ahogy elkezdtük használni az autót, amortizálódott, és minden körbe egy kicsi rozsda kihullott belőle, hogy ezt a
dekort bemutató videóba is történt, de túlzottan nagy sérülés nem történt az autón. Hál' Istennek mindenki úgy, ahogy vigyázott rá. És hogy látjátok itt rajtam ezt a pólót, az egyik új partnerünk, itt mögöttem van egy szép display. Ambro kötőjel szól, hogyha szeretnétek vásárolni náluk féktisztító és mindenféle ilyen részpaszta fújható különböző aeroszolok, illetve az XT10, ami a WD40-nek felel meg, egy saját termékük, viszonylag régóta ezt használjuk és elégedett vagyok vele, szóval Ámon 10 kuponkód, hogyha szeretnétek vásárolni. Illetve Anti szeretne mutatni még valamit, hogy az autó műszaki állapota mennyire zseniális. Ugye mennyire ez zseniális. Egy friss vizsgás autó, viszont mi a pályát gumiból raktuk ki, ugye mindenféle kopott versenyszemiszlikek, meg egyebek, és ugye előfordult, ugye a fordított kormány, meg a... Előfordult a fordított kormány? Meg az alternatív fékhasználat miatt az, hogy az versenyzőink ráhajtottak a gumikra, és nagyon sokat elmond a küszöbb állapotáról, hogy ilyenkor így ekkora darabok estek ki belőle. Látjátok, ez itt szépen hátulunk lefényezettelen. Nyomokban fémet tartalmaz. Nagyon nyomokban tartalmazza a fémet. Ugye ez a háló, ez szerintem az, amivel felszokták vinni a házakra a... Ilyen drive-it háló. Drive-it háló, igen, hidegburkolatot. És abba beledolgoztak egy kis gipszet, talán? Te jobban értesz? Valószínűleg ilyen kétkomponensű autós git, az én megadnám neki. Mindegy, inkább Michelangelo volt, mint hegesztő. Ezt elmondhatjuk. És hogy ezek így hullanak ki az autóból, és ez egy friss vizsgás autó, ami nem tudok eléggé felháborodni. De azért a helyét is tekintsük meg, hogy maradt még belőle, szóval igen. Ahonnan ez jött, ott még... Papír, Danikám, igen. papír. Illetve itt ez is még valószínűleg ugyanaz. Hát igen. Így értették, hogy papíros autó? Lehet, hogy erre gondoltak, igen. Igen. Mindegy is. A lényeg, hogy statikai elem nem sérült, tehát hogy az autó továbbra is stabil, megbízható, biztonságos. Már amennyire egy gonosz vitnél erről beszélni tudunk. De hogy minden körben könnyebb. Ezzel teljesítjük a Colin Chapman-i filozófiát, hogy simplify and add lightness. Egyszerűsíts és könnyíts. Szép gondolat. Így van. Így van. Szóval 25-én csütörtökön, nagy csatornán, kis csatornán, gonosz Swift. És nagyon-nagyon-nagyon fogjátok imádni, mert ha csak fele annyira fogjátok imádni, mint amennyire mi imádtuk csinálni, akkor nagyon fogjátok imádni. És szerintem az első évadhoz hasonlítva, magunkból kiindulva, hogy ez mennyivel jobban tetszik nekünk, szerintem veletek se lesz probléma. Az volt az analogia, hogy a gonosz Swift első évad volt a 0.7-es verzió, rátaláltunk az útra, ez pedig az 1.0 itt teljesedett be. Szóval így iratkozzatok van. Föl a nagy csatornára, a Check Engine-re, a mindenhova, kövessetek minket mindenféle social felületeken, és nézzetek gonosz Swiftet, mert ebben most sok munkánk van, de nagyon jó lett. Így van. Kösz, hogy itt voltatok. Sziasztok!